Különleges és egyedi tárlat nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában. Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet vezetőjének kiállítása egy történelmi panorámaképet ad a 16. századról. A tükör által homályosan toposz az európai kultúrtörténetben már 2000 éve visszatérő jelenség, erről kapta a tárlat is a címét. Ennek gyakorlati bemutatását a tükrös körhengerek segítik, amelyek átvitt értelemben és szó szerint is lehetőséget adnak a látogatónak, hogy bepillantást nyerjen az adott korba. A tárlatot Búhály Attila történész nyitotta meg. Van egy olyan segédeszköz, ami gyakorlatilag kiterjeszti a látásunkat, ugyanakkor ugye nem elég kidolgozott ahhoz, hogy ezt tökéletesen meg tudja tenni, és ezért ugye nem a maga valóságában adja vissza azt a valóságot, amit meg akarunk ismerni általa, és ezért voltam kíváncsi magára a kiállításra is, hogy lehet ezt megjeleníteni ilyen művészeti eszközökkel, és hát érdekes látvány, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy az a ugye nem sík forma tükör, ami gyakorlatilag elősegíteni a tökéletes valóságnak a tökéletes leképeződését. Szepesi Béla már a középiskolai éveiben elkezdett foglalkozni a képzőművészettel, több határon belüli és túli művésztelepnek is alapítója vagy vezetője. A most kiállított műveiben a kor meghatározó személyiségeit, így például II. Lajos magyar királyt és első Ferenc francia uralkodót is megjeleníti, de hétköznapi polgárokat is ábrázol. A galéria falain azokat a vázlatokat tekinthetik meg a látogatók, amelyeket a művész évek óta folyamatosan készít. Egyszer csak megálmodtam azt, hogy mi lenne, hogyha ez egy ilyen anamorfózisra lenne összekapcsolva. Ugye anamorfózisnak nevezzük ezt a jelenséget, amikor tükörből vagy egy látható az igazi kép, és az elsődleges ránézésre egy torz képet pillanthatunk meg. És akkor így ezekből a vázlatokból kezdtem el kikanyarítani ezt a fajta rendszert. És hát hozzá kapcsolódott most az, hogy pont a reformációnak az 500. évfordulóját ünnepelhetjük, vagy erre emlékezünk ebben az évben, és hát kialakult egyfajta olyan gondolat, hogy egyfajta történelmi áttekintést szeretnék adni erről a korról. Tehát nem kifejezetten a reformációra gondolok, inkább annak a gondolatiságára. A megnyitón az is elhangzott, a tükrös körhengerek segítségével olyan összetett jelenségeket lehet ábrázolni, amelyek a mai kor számára is fontos üzenetek lehetnek. A tárlat július 22-ig látogatható a Nyíregyházi Városi Galéria földszinti kiállító termében.